minden évben 2004-ben is eljött a szeptember, a szüret ideje, és ez zombán egyben jelenti a szüreti napokat is, ami az idén egy igen izgalmas és újszerű eseménnyel indult. Mi volt ez? Hát igen, az idén zomba egy kicsit többet akart adni a szüreti programjában, az előző években, és nem csak egy egyszerű egynapos szüreti fesztivált szerveztünk, hanem tulajdonképpen majdnem egy egész hetes műsorsorozatot, amit keddi napon egy kiállítás sorozattal indítottunk. 8 kiállító vett részt ezen a kiállításon, mind zombaiak. A művelődési ház nagy termét megtöltöttük, és egy csodálatos egész hetes kiállításnak lehettek részesei a zombaiak, az ide látogatók. Most már vasárnap elmondhatjuk, egy sikeres kiállítás volt, hiszen több mint 1000 fő látogatta meg, elmondhatjuk, hogy még külföldiek és francia állampolgárok is bejöttek, akik éppen átutazóban voltak zombán, és valahonnan meghallották, hogy zombán milyen program van. A német kisebbségi önkormányzat mondhatni már hagyományosan csatlakozik a szüreti napok rendezvényéhez itt zombán, és hát ugye most volt egy különlegesség, egy kiállítás, amiről szintén nem hiányozhatnak. Hogyan készültek, mit jelent az idei fesztivál? Természetesen nagy örömmel készültünk rá, és örültünk annak, hogy most ezúttal nem csak kizárólag néprajzi és hagyományőrző jellegű kiállítás készül a faluban, hanem többféle is, tehát sok minden mást is megmutathat a falu, de természetes, hogy a hagyományőrzés és a néprajz is hozzátartozik. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a faluban nagyon sokan vannak most már, akik szívesen közzéadják és megmutatják azokat a dolgokat, amiket megőriztek. Ezért igazából nehéz, most már nem volt összeállítani a kiállítást. Picit újdonságot is szerettünk volna bemutatni, nem csak a hétköznapi munkákat, vagy csak szőtteseket, hanem egy kicsit életképszerűen, és picit a bútorokat is meg szerettük volna mutatni. A németségnek egyébként mit jelent a szüret időszaka? Hát én azt hiszem, hogy különösebb különbséget nem tudunk tenni a németek, illetve a nem németek, magyarok, vagy egyéb más nemzetiség hozzátartozói között. Az ő számukra is, hiszen itt laktak, itt éltek, ugyanolyan nagy jelentőségű volt. Régebbi 20. század elejé fényképeket nézegetve, mert szerencsére azokhoz is hozzájuthattunk, mindig nagyon-nagyon nagy számmal vettek ők is részt ezen a hagyományos nagy ünnepen, ugye az első bort, az első friss szüretet megünnepelendő. Zomba értékeit kutatva a kiállításon nagyon érdekes dolgokkal is találkoztunk, vissza a természethez, talán ez lehetne a motto Faragó Istvánné tárlatának. Mit hozott a kiállításra, mi a szegmense, ezen szegmense zombának? Az az igazság, hogy a kiállítás egyik részén láthatóak azok a eszközök, játékok, amit népi játszóházi foglalkozáson gyerekekkel, óvodásokkal, általános iskoláskorú gyerekekkel lehet készíteni. Ezeket lehet látni. A másik része pedig a gyékén-csuhé-szalmatárt készítésnek. Mondhatom egy picit úgy is, hogy mestermunkái, mert ezek a szakmunkás vizsgámra készült vizsgadarabok. És a kiállítás azokat a darabokat hoztam el, amelyek szerintem a legszebbek, amik leginkább példázzák azt, hogy egy mesterséget milyen színvonalon lehet majd űzni, és azt gondoltam, hogy ha a zombaiak ezt meglátják, hát ha lesz olyan, aki kedvet kap hozzá, beleszeret újra ezeknek a tárgyaknak a készítésébe. Az is volt a célom ezzel a bemutatóval, hogy az egyre inkább elműanyagosodó világunkból lássák az emberek, hogy ezek a régi tárgyak, amit az öregek készítettek. A körülöttünk lévő hasznos anyagokból, a csuhéból, a szalmából, a gyékényből ugyanolyan szép, esztétikus és igazán használható tárgyakat, maradandó tárgyakat lehet készíteni. Nekem nagyon jó példa volt az, hogy egy idős házaspárnál 150 éves tárgyakat felleltem, és azt gondoltam, hogy ha régen az öregek ezt olyan maradandóan tudták készíteni, akkor talán én is megpróbálkozhatok ezzel. Civilként idézőjelbe téve ön óvónő, a gyerekeknek bizonyára már sok mindent megmutatott ezekből a lehetőségekből. Ők hogyan fogadják ezt az újfajta világot? Az az igazság, hogy én mindig azt mondom, hogy a gyerek a legfogékonyabb, mert az ő látásmódján keresztül, tehát a gyerekhez minden közel áll. Közel áll a por, a homok, a faanyag, és ők maguk is készítenek ilyen tárgyakat. Amikor a legelső alkalommal csuhéból készítettünk pici babákat, akkor egy anyuka visszajelzése volt nekem nagyon jó példa arra, hogy a gyereket mennyire meg lehet egy pici kis anyaggal, egy kis tárgyal fogni. Betlehemeshez készítettünk pici csecsemőket, pólyásokat,
és hát egy pici óvodás, egy 3-4 éves korú gyerek tényleg nagyon amatőr szinten tudja elkészíteni, nem ez a lényeg, maga az alkotás folyamata, az átélés, az a lelki feltelítődés, amit a gyerek azáltal kap, amíg ezt véghez viszi. Tehát nem a produktumot kell nézni, egy kis setes utak, kis csecsemő jött létre, hanem azt a folyamatot, hogy önnek ez milyen nagy örömöt okozott. Az anyuka elmesélte, hogy hetekig keresték azt a pontját a lakásnak, ahol majd ők is karácsonykor egy kis betlehemet felállíthatnak, és azóta is őrzik ezt a kisbabát, úgyhogy gondolom van értelme ezt csinálni. Szemet vonzó sarkot képvisel a kiállításon népi iparművészházas pár munkái, nem hiányozhattak erről a tárlatról. Mit jelent önöknek a fafaragás, és tulajdonképpen mik ezek a munkák, amik zombát bemutatják? Körülbelül 30 éve csináljuk ezeket a munkákat, tulajdonképpen az életünk, és hát tényleg a szószoros értelme a lakásban, az udvaron, a ház környékén készülnek, ott van a műhelyünk is berendezve, és hát igyekszünk minél szebb tárgyakat készíteni, ami tőlünk telik. Hogyan készül egy-egy munka, és elsősorban, ahogy látom, ezek a borászathoz kapcsolhatók? Kívánságra készült így, hogy a borászokkal közösen, mert látták már a munkánkat, és azért készült így, nem csak ezek a tárgyak vannak, nagyon sok minden egyéb, és hát ahhoz, hogy ilyenek legyenek tárgyak, azt nagyon szeretni kell csinálni. Mit jelent önöknek az ilyen nap, mint például ez a szüreti felvonulás? Számunkra különleges ünnep, mert utoljára 20 éve volt egy bemutató itt a zombán, úgyhogy kicsit félve jöttünk ide, de hát igyekeztünk tényleg a legszebb dolgokat előhozni, de hát tartalék van még otthon bőven. A zsűrizett tárgyai tulajdonképpen otthon vannak. Ezek a tárgyak ebbe az évbe készültek. Az idei termés, lehet így mondani a szünethez kapcsolódva, az idei termés, és hát ezekből hoztunk egy pár szebb darabot. Házastársaknak mennyire könnyű együtt ilyen szép alkotásokat létrehozni? Ez így megy, együtt megy. Nem tudok már. Hát mindenhol mondani. Együtt járunk, együtt dolgozunk, és próbálunk egymás helyett megcsinálni dolgokat, és megpróbáljuk egymás munkáját megkönnyíteni. És hát talán ez a titka az egésznek, hogy úgy kell élni, és úgy kell dolgozni, hogy egymást kisegítve, vagy egymás helyett megelőzve a másikat megcsinálni a munkákat. Zomban jelentős számban élnek székelyek, így azt hiszem, hogy amikor zomba megmutatja magát, akkor őket is meg kell mutatnunk. Jelen vannak a kiállításon, és mivel készültek? Számuk tényleg jelentős, és örülünk, hogy vannak lehetőségek, hogy bemutathatjuk a népművészetünket. A szüreti napokra volt az idén ez a lehetőségünk, hogy bemutatkozzunk. Szerettük volna egy picit tárgyi emlékekkel képviselni a népművészetünket, valamint szerettük volna, hogyha bemutathatjuk azt is, hogy hogyan válik ez élővé, ez a népművészet, és hogyan válik a mindennapjaink tárgyává, ugyanis a legfős, nagyon szép emlék egy festékes, illetve nagyon szép szőttesek, több mint 100 évesek ezek, és mellette megtalálhatjuk a székely hímzéssel, zsinórvarással készült párnafejeket, amelyek már a mai lakásunknak a díszei, valamint a szőttesek is, hogy hogyan jelennek meg. Ezt szerettük volna bemutatni itt a mai szőttesekkel. A felvonulás, a szüreti mulatság, egyáltalán ez a fajta betakarító munkaideje mit jelent a székelyeknél? Most már mondhatom azt, hogy ez egy zombai szokás, mert ahonnan az őseim jöttek, Bukovinában nem igazán van szüret, és most ma, ha jól tudom, akkor zombai népviseletben jelennek meg a székely gyerekek is. Fontos önöknek az, hogy ezek a hagyományok jelen legyenek és ne vészenek el? Hát ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon érdekes volt hallani azt, hogy mindig, minden évben bemutatkozhatunk, hogy ez tényleg lényeges dolog. Ugyanis mindig van újszülött, hogy úgy mondjam.
mindig vannak olyan gyerekek, akik most szembesülnek, mert otthon nincsenek már éppen tárgyi emlékek, a családban éppen még nincsen népvitáncos, és valamiféleképpen találkoztatni kell az embereket a művészetünkkel, illetve a hagyományainkkal, akár tánc, akár így tárgyi emlékekkel, vagy bármilyen módon. A Szüreti Fesztivál azt hiszem nem képzelhető el a helyi lovasklub nélkül, hiszen a lovak és a hintók nélkül ez a felvonulás mondhatni vajmi keveset érne. És hát, hogyha tovább lépünk, akkor ugye egy bizonyos kiállítás jelentős részét is a lovasklub adja, ami most látható a Művelődési Házban. Hát mit jelent a településnek az önök klubja? Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy a zombai életében a zombai lovasklub úgy gondolom, hogy nagyon előkelő helyet foglal el. Ismerjük meg egy kicsit közelebbről a lovasklubot, mit kell tudnunk önökről? Gyakorlatilag 4 éve alakultunk, 3 éve versenyzik a csapat, azt gondolom intenzíven, és viszi Tolna, Somogy, Baranya, sőt az utóbbi időben a Dunántúra is merészkedünk a zomba hírnevét. Gyakorlatilag 5 hajtó próbálkozik itt a zombai színekbe. A lovasklubban ugyan 130 tagot számolunk, és távlovasoktól, a távhajtóktól, a fogadhajtóktól keresztül ugye többen vagyunk, de gyakorlatilag ez a kiállítás úgy indult, hogy megmutassuk a zomba lakosságának, hogy gyakorlatilag miért is támogatják ezt a csapatot. Én azt gondolom, hogy jó helyre tették voksukat, hiszen próbálunk olyan eredményeket elérni a Dunántúlon, akár Baranyába, Tolnába, hogy nem kell a csapatnak szégyenkezni. Az ilyen jellegű megmozdulás, mint a Szüreti Fesztivál, mit jelent? Hát gyakorlatilag ugye évek óta a Szüreti Fesztiválon a zombai lovasok, mondhatnám, hiszen nem a lovas klubtagokról van itt szó, gyakorlatilag mindig részt vettek. Most azt gondolom, hogy egy kicsit intenzívebben. Köszönetet kell mondanom itt a kakasdi lovasoknak, a medinaszöllőhegyi lovasoknak, és ugye természetesen a zombai fogadhajtóknak, fogatosoknak, akik bevállalták ezt, hogy a mai szüreti felvonuláson részt vesznek. A sikeres megnyitó után aztán jött a folytatás. Szombaton is talán mondhatni, hogy egy más dolog volt itt a kastélyparkban. Egy játékos vetélkedő polgármester úr vezetésével. Így igaz, szombati nap megint aktív lett a település. A kastélypark délután 3 órától ismét belépesült, több százan vettek részt, egyrészt mint versenyzők, egyrészt mint szurkolók. Egy 10 csapatos, 6 fős csapatok részvételével 10 csapatos megmérettetésnek lehettünk szemtanúi, ami ügyességi, játékos, humoros vetélkedő volt tulajdonképpen, kimondottan szüreti, borászati kérdésekkel, feladatokkal fűzdelve. Több mint 3 óráig tartott ez a vetélkedés, és a végén elmondhatjuk, hogy nagyon jól érezte magát mindenki, hiszen üdvivargástól kezdve, tapsig, örömódázásig minden elhangzott. Akik innen elmentek, azok csak azt tapsolták, hogy jövőre is, jövőre is. Tehát remélem, hogy lesz alkalom és lehetőség ezt megcsinálni jövőre is. Aztán eljött a vasárnap, a szüreti felvonulás ideje, ami nélkül zombán szüreti napok fesztivál nem létezhet. Azt hiszem, hogy ebben a programban csúcsosodik ki a település aktivitása és a jókedv hangulat. Itt minden együtt van ma. Való igaz. És szeretnék visszakanyarodni egy picit a keddi napra, amikor a kiállítást megnyitottuk. A kiállítás mottója, illetve címe az volt, hogy zomba bemutatkozik. Valóban zomba egész héten keresztül bemutatkozott, és a csattanója az most jött el vasárnap. Megint el kell mondani, hogy zombán ennyien még szüreti felvonulásra nem vettek részt, soha, amióta én emlékszem az elmúlt 40 évben, mint a mai napon. Ez köszönhető annak, hogy jól sikerült az egész hetünk, egyre többen érdeklődnek a közprogramok után, egyre többen szeretnék látni gyermekeiket, unokáikat ezen a programon, rengeteg vendégcsoportunk van, és színes a program. Nyilván ezt a meghívóban hirdettük a településen, hirdettük a környező településeken, a vendégcsoportoknak, és gondolom, hogy ez is része annak, hogy ma ennyien vagyunk itt. Elmondhatjuk, hogy több százan, közel 1000-en vagyunk itt ma délután ezen a folklór megnyitón,
és ha már ennyien itt vagyunk, akkor a mai délután már csak esetleges rossz időjárás rontatja el. Egyébként nem rontja el lesz már semmi. Képviselő úr, mindig meghívják Önt a zombai szüreti napokra, és természetesen el is jön néhány gondolattal, szól a zombaiakhoz, és hát utána kezdetét veszi egy olyan dolog, amin természetesen Ön is jól érzi magát. Ön szerint miért van ez, hogy egyre több település életében ennyire fontos szerepet játszanak az ilyen rendezvények? Igen, én is nagyon örülök annak, hogy évről évre meghívnak zombára, és nem csak a szüreti fesztiválra, hanem szinte minden egyes eseményre, ami a falu életében jelentős. Örülök ennek, hogy itt lehetek. Örülök annak, hogy tényleg most már sok évre visszamenőleg elmondhatjuk azt, hogy itt zombán hagyományá vált a szüreti felvonulás, a szüreti napok, és most már egy fesztiválról lehet beszélni, mert egy hetes rendezvényről van szó, ami kedden indult és vasárnap fejeződik be. Ez alatt az egy hét alatt gyakorlatilag minden egyes zombai népcsoport, zombai civil szervezet meg tudott mutatkozni. Meg tudta mutatni magát a zombai embereknek, és a nem csak zombaiaknak, a környékbeli kistérségi embereknek. Ez nagyon fontos, hiszen olyan értékek vannak ebben a faluban, amelyek sokunk számára ismeretlenek, és akik ellátogatnak erre a kiállításra, azok megismerkedhetnek ezekkel az eredményekkel, amikkel zomba büszkélkedhet. Ön szerint miért fontos, hogy a települések ilyen szempontból is összetartsanak és létrehozzanak szüreti napokat és más hasonló rendezvényeket? Minden település egy-egy közösség. És ha ez a közösség nem jól működik, akkor egyéb problémák is jelentkezhetnek a település életében. Közösséghez közösségformálás kell, és a közösségformálásnak egy kiváló eszköze az ilyen rendezvényeknek a megszervezése, a régi, ha lehet azt mondani, az ősi hagyományokhoz való visszanyúlás. Ezek jelentik a fogódzót az embereknek, az itt élő embereknek. Gyakorlatilag ezek az ünnepek teszik lehetővé, hogy a többi nem ünnepi napon is túltegyék magukat, hiszen azok a napok általában munkával, a munkajegyében telnek el, és az ilyen ünnepi események pedig a kikapcsolódást, a közösségé való formálódást jelentik. Én azt gondolom, hogy a zombai emberek büszkék arra, hogy zombaiak, szeretnek itt élni, szeretnek itt gazdálkodni, hiszen egy nagyon jó mezőgazdasági területű faluról beszélhetünk, egy gazdag faluról, és olyan emberekről, akik rendkívül szorgalmasak. Hogy ízlik az embereknek a bor? Hát szerintem nagyon finom volt, már nem győzök kínálgatni itt mostant, hogy majd adok egy pohárat, meg tetszenek kóstolni, és akkor majd megmondják, hogy milyen bor. Van-e valami titka a zombai bornak? Hát mondjuk én nem vagyok ilyen nagy borász, inkább máskülön megkérdezni, de szerintem a termelésen van minden a hangsúly, hogy termelik a milyen adottságok. Már az adottságok, hát az jó, mert a szekszárdi tájvidéki borok vannak itt is. Zombai körzetben. El lehetne képzelni a szüreti felvonulást egy jó pohár bor nélkül? Hát szerintem nem. Inkább két pohár borra, mint egyen. Mit jelent a településnek, Önöknek egy ilyen rendezvény? Hát azt hiszem, hogy ez az őszinek, az egész évnek a munkájának a végeredményét, hiszen szüret, az a betakarítás időpontja, és úgy látszik, az idén gazdagabbak lesznek a zombai gazdák, akik nagyon sok munkával, nagyon sok fáradtsággal takarítják be majd a szép születét. Hogy érzik magukat? Nagyon jó, a vörösbor mellett, ez természetesen jó érezzük magunkat. Jó a tánc, minden jó. Jó érezzük magunkat, hála Istennek. Így menjen meg sokáig, még 20 évig, mondom a kollégámnak. Miért fontos, hogy eljöjjenek erre a délutánra? Az emberek így szórakozik is, meg meglássa a szép néptáncot, hallja jó zenét, minden nagyon jó. Mi az, ami tetszik a szüreti napokban? Minden szép, a hagyományok szépek, a lányok szépek, a fiúk szépek, és egy szórakozási lehetőség, ő nekik pláne. Úgy látom, hogy zombán nagyon fontos a hagyományőrzés, ezt gondolom, hogy itt értékelik helyben is. Persze. Az én lányaim is örömmel néztük, 10 évig táncoltak, úgyhogy öröm nézni őket. Mi szeretjük. Nagyon szépek, csinosak vagytok. Jó érzés népviseletet hordani? Hát szerintem igen, én szeretek. Miért? Hát nem tudom, szeretek táncolni. Általában. Sokáig tart egy ilyen ruhát felvenni?
fél óra, nagyon durván. De hogyha sietünk, akkor negyed óra. Meg lehet tanulni a rutinokat, az egyéb olyan fogásokat, amitől ez így felgyorsulhat? Persze, meg lehet. Emlékszel arra, hogy mikor volt rajtad először ilyen ruha? Talán 11 éve, így szüreti bálon. És minden szüreti bálon felhúzod? Igen, mindig. Neked miért fontos a népviselet, a hagyományápolás? Hát, mert szerintem, hát, mivel ezt képviseli Zombát, ezért, hát, ezért fontos. Meg szép is, meg szeretem hordani, szép szerintem. Szerinted miért van az, hogy vannak fiatalok, akiket kifejezetten úgymond, hát úgy távol tart? Mert nem tudják, mi a jó. A röviden össze kellene foglalni, mit mondan a polgármester úr, mit jelentenek az ilyen összejövetelek a község életében? Ez nagyon sok mindent jelent. Én úgy érzem, hogy egy ilyen méretű településen, mint Zomba is, az összetartásban az erő. És itt mutatkozik meg az összetartás. A civil szervezetek, azok a szervező kollégák, barátok, akik részt vesznek egy ilyen program megszervezésében, azok a mai nap, illetve hát az egész héten láthatták munkájuk, gyümölcsök munkájuk eredményét, amikor nem hiába dolgoztunk. Kiállítást, mint említettem, 1000-nél többen látogatták. Ma, ha körülnézünk itt a parkban, nagyon-nagyon sokan vannak, közel 1000-en. Én azt hiszem, hogy ennél többet nem lehet elmondani. Még mindig én arra esküszöm, hogy az összetartásban az erő, és az akaratban, egy nem egy cél kitűzésében a falu össze tud fogni, és egyszer összefog a falu, akkor az eredmények jönnek. Hát ezt az eredményt láthatjuk ma itt a parkban.